Hát nagyon jó, mert a téma, amit kihúztunk, az szerintem nagyon rendben volt, és feküdt is nekem, hát a víz maga nagyon sok témát ad, úgyhogy viszonylag hamar rátaláltam a témára, és akkor már csak aggódni kellett, hogy ki is jöjjön a végéig, és el is jussunk, de hát ez fél egyfelé sikerült is, úgyhogy utána már javítások voltak, meg némi alvás, aztán reggel megint egy kis javítás, ahogy ez már lenni szokott. Ez egy régi házban játszódik, egy kislány a főszereplője, ahol elzárják a vizet, és kiderül, hogy nem lehet nélküle élni. De ez egy abszurdban és egy humorban és tragikusan gazdag történet szerintem. És mennyire a színészekre, a csapatra? Nagyon, rájuk abszolút, hiszen tudtam, hogy kik ők, és hogy milyen korúak egyáltalán, és hogy milyen, hány, milyen számban vannak, úgyhogy ez rájuk készült.